A paksi atomerőmű több mint 30 éve elválaszthatatlan része a térségnek, éppen ezért várakozás övezi a kapacitás fenntartást célzó beruházást. A Paks 2 atomerőmű ZRT kiemelt figyelmet szentel az erőművet befogadó térség tájékoztatására. A társaság nemrégiben egy összefoglalót juttatott el a Paks környéki településekre. Ez az információ megjelent a lakosság körében, akkor pár napon belül egyből jöttek a telefonok, személyes megkeresések, hogy halljuk és örülünk neki annak, hogy valami elkezdődött. Amit az évek során le lehet szűrni, hogy köztudatban van a Paks 2 fejlesztése. Gáncs István azt mondta, örömmel fogadták a Paks 2 projekt jelenlegi állásáról készült összefoglalót. Szerinte kulcsfontosságú, hogy a beruházás környezetében élők napra készek legyenek a projektet illetően. Tengelic polgármestere hozzátette, a településvezetők, különösen a Teit tag településein igyekeznek kivenni részüket a tájékoztatásból. Nekünk településvezetőknek pedig az a feladatunk, úgy gondolom, ami eddig is, és ezen belül Teitnek még jobban, hogy a lakosságot a megfelelő időpontban a megfelelő információval kell ellátni. A plakátok nem csak Tolna megyei települések hirdetőtábláira kerültek ki, hanem a Paksi Társadalmi Tanács Bács-Kiskun megyei tagtelepüléseire is, ahol hasonlóan nagy érdeklődés övezi a projektet. Nagyon jónak tartom ezt a tájékoztatást, tényleg érthető, világos. A polgármesteri hivatalnak az aulájába raktuk ki az egyiket, a többit pedig hát olyan frekventált pontokra, mint például a bolt, a hirdetőtábláink, az étterem, a kis éttermünk közelében. Tehát minden, ahol sűrűben megfordulnak az emberek is, elolvassák, látják, és nagyon fontos, hogy elsődlegesen kapjanak naprakész információt erről a beruházásról. Szabó Zsolt ordas polgármestere hozzátette, Bács-Kiskun megyében nem csak a Paks 2 projekt, hanem az azzal párhuzamos térségfejlesztési tervek is a figyelem középpontjában vannak, legfőképp a Fogtőnél megépülő új Dunahíd. A Paks 2 projekt kommunikációs eszköztárának egy másik új eleme a településekre eljuttatott tájékoztató plakát mellett egy hexagon alakú információs sátor, amely a Paksi Társadalmi Tanács területének több rendezvényén vendégeskedett már, illetve az új stand, amely november elején debütált a Pécsi Atomökó konferencián.